Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket! 2022. február 24-e óta több mint 2 millió gyermek kényszerült otthona elhagyására az ukrán-orosz konfliktus miatt. A debreceni székhelyű Daniella villamosság a UNICEF-fel együttműködve jótékonysági programot szervezett annak érdekében, hogy segíthessen a rászoruló és szükségben szenvedő gyerekeknek. A témában vendégem Slankó Viola, a UNICEF gyermekvédelmi igazgatója, aki zoomos kapcsolaton keresztül lesz majd velünk, és Nagy Tamás, a Daniella villamosság kommunikációs és marketing igazgatója. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket nálunk. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Az együttműködésről akkor Viola hall minket ezek szerint. Hogy alakult ez ki tulajdonképpen? Hogy találtak egymásra? Először is köszönöm szépen a meghívást, és szeretettel üdvözlöm a nézőket. Az UNICEF Magyarország hagyományosan azzal foglalkozik, hogy támogatókat, akár magánszemélyeket, akár vállalati partnereket szeretne bevonni az aktuális, jelen esetben vészhelyzeti munkájába. Ugye mi tulajdonképpen az UNICEF Magyar Bizottságaként mindig az aktuális, legaktuálisabb nemzetközi helyzetekre reagálunk, elsősorban adománygyűjtéssel, de nyilván emellett lokális magyar programokat is futtatunk, de hát február óta nyilvánvalóan az ukrajnai válság áll az adománygyűjtő munkánknak a középpontjában, és hát erre alakítottunk ki egy nagyobb kampányt, és bátorítottuk minden csatornán a potenciális adományozókat arra, hogy segítsék a munkánkat, és ennek kapcsán találkoztunk a Daniella Kft-vel is, akivel ilyen módon kialakult egy gyümölcsöző együttműködés. És akkor a Daniella Kft. Miért gondolta úgy, hogy érdemes csatlakozni ez a kezdeményezésre, és miben tudnak segíteni egészen pontosan? Igen, hát ugye az együttműködésünk kereteinek kialakítását már ha lehet így fogalmazni, már az év elején tavasszal elkezdtük. Ez egy olyan munka volt, aminél sok szempontot kellett figyelembe venni. A Daniella Kereskedelmi Kft-nél, vagy ismertebb nevén, hogy a Daniella Villamosságnál működésünk szerves részét képezte eddig is az adományozás, a szponzoráció, a társadalmi felelősségvállalás. És úgy gondoltuk, hogy a közelmúlt szomorú eseményei, ugye itt gondolok a szomszédos háborús helyzetre is, ez arra sarkal minket, hogy még többet kell, hogy tegyünk. Ugye felelős piaci szereplőként kerestük a lehetőségeket, hogy hogyan is tehetnénk ezt, és úgy gondoltuk, hogy erre talán a legmegfelelőbb partner a UNICEF, hiszen hazánkban több mint 45 éves tapasztalattal rendelkeznek. Ugye a Daniella Villamosság azt tudja ehhez az együttműködéshez hozzátenni, amit tud, ugye anyagi jellegű, illetve akár termékbeli felajánlásokat, de a társadalmi felelősségvállaláshoz olyan partnert kerestünk, ahol megfelelő ilyen jellegű szakmai tapasztalatok is vannak, és hát erre ugye a legmegfelelőbb szerintem a UNICEF, főleg ugye, hogyha gyermekekről van szó. Milyen jellegű segítségre van szükségük ezeknek a gyerekeknek? Ismét ön kérdezném akkor, kedves Viola. Igen, hát sajnos elég elkeserítő a helyzet. Nyilván itt a nézők is hát tájékozódhatnak a hírekből folyamatosan, hogy hát több mint 6 hónapja tart a háború, úgyhogy tulajdonképpen a második világháború óta az egyik, a legnagyobb hát humanitárius katasztrófa, amiben szembenézünk Európában. Ugye Ukrajnában 7,5 millió gyerek van körülbelül, vagy annyi volt eddig, és ezeknek a gyerekeknek körülbelül a kétharmada kényszerült arra, hogy elhagyja az otthonát, akár az országon belül, akár a szomszédos országokba meneküljön. Tehát ez valóban egy vészhelyzet. Ugye könnyű elképzelni, hogy ezek a gyerekek milyen traumákon mennek keresztül, hiszen az alapvető biztonságuk forog kockán, tehát egy háborús vészhelyzet környezetben el kell hagyniuk az otthonukat, gyakran el kell szakadniuk a családtagjaiktól, bizonytalan, hogy milyen országban mennek, bizonytalan az is, hogy milyen a fogadtatásuk. Úgyhogy az kimondhatjuk, hogy a gyerekek számára ez egy az egész generációt fenyegető válság, amivel nekik szembe kell nézniük, akár otthon maradnak, akár nem. Fontos kiemelni ezen túl, hogy Ukrajnában
az alapvető infrastruktúra is károsodott nagyon sok szempontból. Itt például kiemelendő a vízhálózatokat, az alapvető infrastruktúrális szolgáltatásokat. Úgyhogy ennek következtében például több millió ember maradt tiszta ivóvíz nélkül az utóbbi időben, ami nem csak a létbiztonságokat fenyegeti, hanem olyan közvetett veszélyhelyzetet jelent, mint például a különböző betegségeknek a terjedése, például a gyerekbénulás, vagy akár a kolera, az is felmerült egy időben, hogy megjelenhet. Úgyhogy az UNICEF tulajdonképpen ott helyben teszi a dolgát, az egyik olyan nemzetközi szervezet, aki ott van Ukrajnában, és egy nagyon aktív humanitárius munkát végez. Egyébként nem csak most ment oda, hanem először is 97-ben kezdte ott a munkáját, és utána pedig a 2014-es konfliktus óta, vagy kezdetek óta ott egy aktívabb munkát végez. És tulajdonképpen a klasszikus humanitárius munkát végzi, tehát élelmiszercsomagokat szállít az országba, a vízhálózat helyreállításában segít, az oltás szolgáltatásaihoz járul hozzá, az egészségügyi szolgáltatásokat próbálja kiegészíteni. Nagyon fontos egyébként, hogy Ukrajnában, a konfliktus zónában rengeteg, több mint 250 egészségügyi intézmény és kb. 300 oktatásügyi intézmény sérült meg. Ezeknek a kompenzálására vagy támogatására is jelen van az UNICEF, tehát egészségügyi pontokat, egészségügyi szolgáltatásokat létesített. Úgyhogy van helyben egy nagyon aktív munkája az UNICEF-nek, mi akár a Daniela Kft-n keresztül, akár a többi nagyobb vállalati partnerem magánadományozón keresztül ezt a helyben történő vészhelyzeti segítségnyújtást támogatjuk, tehát azt látjuk, hogy helyben van a legnagyobb szükség, tehát ahol a konfliktus van, ott kell leginkább segíteni, de azt is fontos kiemelni, hogy az UNICEF-nek van egy környező országokban működő programja is, az úgynevezett kékpontok, tehát akár Magyarországon, akár Moldovában, Romániában, Szlovákiában működnek olyan úgynevezett biztonságos helyek, ahol a menekültek jogi segítségnyújtást, biztonságos pihenőhelyet, egészségügyi ellátást, a gyerekek fejlesztéseket, pszichoszociális támogatást kapnak. Úgyhogy mindezt a segítséget, amit megkapnak ezek az emberek, ezeket támogatják az adományozók, így a Daniela Kft. Is. Előfordulhat az, hogy akkor mondjuk akár tárgyi eszközökkel, ugye hallottuk itt, hogy infrastruktúrális problémák is vannak, tudnak segíteni, tehát nem csak pénzbeli adománnyal, hanem akár kiveszi a részét a Daniela Kft. Majd a felújításokból folyamatosan, mondjuk a hosszú távon gondolom, hogy együttműködnének, akkor ebbe beleférhet ez is adott esetben? Igen, tehát fontos beszélnünk az együttműködésünknek a keretéről, hogy ez miként valósul meg. Augusztus hónapra hirdettünk egy olyan promóciót, melyben az internetes vásárlási felületünkön a daniela.hu-n leadott nagykereskedelmi rendelési sorok száma adja meg majd a leendő adományunk, elsőkörös adományunknak az összegét. Ennek az összegyűlt összegnek a Daniela önerőből egy megduplázott formátumban kerül majd átadásra, tehát összegyűlik reményeink szerint több millió forint. Ezt mi megduplázzuk és így adjuk át a UNICEF-nek. Ez képezi az adományunk első felét, és a hosszú távú együttműködésünk első lépését követően adományozási pontokat fogunk kialakítani a Daniela Kereskedelmi Kft.-nek a telephelyén. Országszerte 31 ponton vagyunk jelen. Úgyhogy ez 31 adományozási pontot is fog jelenteni, és ebben pedig már szeretnénk felhívni a partnereink figyelmét is, és tőlük is ugyanezt a segítséget kérni, szeretnénk jó példával előjárni, és az együttműködési második felét ez adja majd. A későbbiekben pedig, hogyha szükség úgy kívánja, akkor természetesen az újjáépítési, rekonstruálási munkálatokban is szeretnénk aktívan kivenni a részünket, de úgy gondoljuk, hogy első körben ehhez az akut közbeavatkozáshoz, ahogy itt hallgathattuk azt is, hogy milyen munkák folynak. Itt az elsősorban szerintem a támogató szerep a legfontosabb, és ahhoz a megfelelő anyagi támogatás, hogy ennek felhasználásáról szakértők tudjanak gondoskodni a helyszínen. Még egy rövid válaszra van időnk, kedves Viola, itt ugye nem feltétlenül a témához kapcsolódik, bár nyilván kötődik ehhez. Ugye a jelenlegi gazdasági helyzetből kiindulva, ha csak azt vesszük figyelembe, hogy milyen rezsijárakra lehet számítani, önök kalkulálnak azzal, hogy még több gyerek kerülhet hátrányos helyzetbe, és még inkább szükség lesz a segítségükre?
Hát ugye, ami Ukrajnát illeti, az látszik, hogy ott azon túl, hogy bizonyos területeken aktív háborús helyzet van. Ezen túl a többi területen is ugye a munkaerőpiaci helyzete nagyon elkeserítő a szülőknek, tehát hogy az biztos, hogy ez is hát facilitálja az elvándorlást, tehát hogy a munkahelyeknek körülbelül a 30%-a marad csak meg jelenleg, úgyhogy természetesen ez is a menekülésre kényszeríti gyakran az embereket. De ami a háborútól független, az biztos, hogy Magyarországon is van dolgunk, tehát hogy a magyar gyerekekkel is dolgoznunk kell, és ott is vagyunk egyébként több hátrányos helyzetű régióban, meg gyerekotthonokban, úgyhogy hát azt hiszem, hogy ez egy szomorú helyzet, hogy most egyre több munkánk van. Na hát bízunk benne, hogy azért ez változik majd a későbbiekben, és nem lesz ilyen sok munkájuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.